Az utolsó előadás a ifjúság munkáról, illetve meg a csodálatos isteni működésről az ifjúsági munka terén Fabi Tamás fogja tartani, kőbányai lelkész. Számoljon be, hogy hogyan mutatkozott meg az Isten csodálatos működés az elmúlt év, 12 hónap, hogyha tetszik, több idő során. Ez lesz az utolsó mai beszámoló, és egy áhítattal bezárjuk. Egy fél órát. Igen, azt hiszem ez a biztató, hogy ez az utolsó előadás, és akkor nem lesz nagyon fáradt már mindenki. Szeretnék egy kicsit az elmúlt év előzményei mögé is menni, oly módon, hogy megvizsgálni, hogy hogyan is jutottunk ide, és egy kicsit régen kell kezdenem, még a múlt század végén. Ugyanis, de igyekszem rövid lenni, és nem egy hosszú történeti áttekintést adni. Csak sok minden, sok szempontból nagyon tanulságos az, hogy a század első felében oly virágzóan és gyümölcsözően és áldásosan működő ifjúsági mozgalmak hogyan jöttek létre és milyen munkát is végeztek, hiszen azt a munkát, azt a szolgálatot, amelyet a Mevisben vagy a többi testvér a reformátusok között vagy más ifjúsági egyházi keresztény szervezetekben próbálnak végezni, azt mi tudatosan úgy folytatjuk, hogy nem nullpontról kezdtünk, hanem volt ennek előzménye még a múlt századig, illetve hát nyilván sokkal régebbig visszanyúló gyökerei is, de sok mindent tanulhatunk az első szervezett ifjúsági munkából, egyesületekből, azok életéből. Ahogyan ismereteim alapján mondhatom, ezek a régebbi ifjúsági egyesületek szinte mind a belmissziói mozgalomból nőttek ki, és ezért igen jelentős missziói munkát is végeztek, és tudatosan a fiataloknak a gyülekezetten belüli elérését, de a gyülekezetben nem lévő fiataloknak a missziói elérését igyekeztek célként megfogalmazni. Olyan egyesületekről van szó, mint a Keresztény Ifjúsági Egyesület, amelyik nyilván belekapcsolódik egy világmozgalomba, vagy ugyanígy a Keresztény Diák Világszövetség, amely mindmáig működik, és hát nyilván az előző is. De Magyarországon ezen kívül olyan ismert mozgalmak is voltak, mint a MEGDESZ, Magyar Evangéliumi Keresztény Diákszövetség, valamint a Soli Deo Gloria, vagy a Pro Christo Diákszövetség, és néhány kisebb jelentőségű. Ezekre tudtommal ismereteim szerint jellemző volt az ökumenikus nyitottság, tehát nem korlátozódott egy felekezetre, hanem általában egyfajta együttműködés, vagy kifejezett nyitottság volt jellemző rájuk. Az előadóik igen széles skálán mozogtak, lelkészek és nem lelkészek, Karácsony Sándortól kezdve Viktor Jánoson keresztül, Szent Ágotai Jánosig és Réter Ferencig és sok más ma is ismert személyiségig. A munkájukra általában a szociális és az evangelizációs jellegnek az összhangja, a harmóniája volt jellemző. A szociális munkára példaként azt mondhatjuk, ahogyan Budapesten is és vidéki városokban is diákszállásokat szerveztek, varró műhelyeket, tanodát szerveztek, vagy olcsó szállást kollégistáknak, vagy tanműhelyeket, iratterjesztést bocsátottak ki, igen-igen jelentős, és már a missziós területre vonatkozik az iratterjesztésük, sok ezer, tízezer traktátus, kis bibliafordítás, és szemelvények a Bibliából, és ezeknek a tudatos terjesztése volt a céljuk, és ezáltal a sokszor abban az időben a hivatalos egyháznak a merevsége, és nem annyira missziós lelkületének az ellensúlyozását próbálták ezáltal adni, de mondom, mindig a szociális gondoskodással összhangban. Nem akarok, és nem is lenne illdomos most hosszabban beszélni ezekről, de úgy érzem, hogy a mai ifjúsági szervezetek is sokat tanulhatnak ezekből, és mi is ezt a kettősséget, a szociális orientáltságot, illetve a missziói evangelizációs lelkületet próbáljuk szem előtt tartani. Ezeket az egyesületeket, szervezeteket, közösségeket aztán az 50-es évek elején, 40-es évek végén oly sok más társukkal együtt valósággal lekaszabolták, megszüntették erőszakkal, adminisztratív döntéssel, és az ifjúsági munka valóban nagyon szűk korlátok közé húzódott vissza, gyakorlatilag a gyülekezeti munka területére, és ott sem minden korlátozás nélkül.
tehát sok lelkész külső fenyegetettséget is érzett, vagy egyfajta öncenzúrát gyakorolt ebben az esetben is, hogy a fiataloknak az elérése nem tűnt igazán ildomosnak akkor. Azt hiszem, ezt sem kell nagyon részletezni, hiszen mindannyian ismerjük elbeszélésekből, vagy még inkább sokan személyes tapasztalatokból. Mégis azt hiszem, hogy az Úr csodásan működött azáltal is, és akkor is nehezebb időkben, és ez a csodás működés igazán akkor volt kézzelfogható, amikor a sok-sok tiltás és sok-sok korlátozás ellenére voltak olyanok, akik sokszor igazán kockázatot is vállalva, szinte a bőrüket is vásárra vívve, vállalták az ifjúság között végzett munkát, bizony illegalitásban vagy féllegalitásban, és kockáztatva esetleg a saját előmenetelüket és karrierjüket. Úgyhogy amikor a MEVISZ és a többi mai szervezet, ifjúsági szervezet a korábbi háború előtti szervezetekre gondol hálával, mint egyfajta gyökér szervezetekre, ugyanilyen hálával gondolunk azokra, akik a nehéz időben talán nem ilyen sok ezer vagy tízezer embert elérve, de a saját gyülekezetükben megkeresve az ifjakat próbáltak szolgálni, és vállalták a kockázatot. Az 50-es évek után, az 56-os forradalom után volt egy kísérlet arra, hogy az ifjúsági munka az egyházban újjászerveződjön, és most már valóban nyitott és lehetőségeket kihasználó, sőt a kereteket tágító legyen. Ismereteim szerint 57 első felében Fóron jött össze egy csoport, egy csapat, azzal a céllal és neves előadókkal, Ottas püspök, Túróci püspök, Keken András és nagyon sokan, akik a fiatalok közötti munkában dolgoztak, hogy az ifjúsági munkát valamiképpen ebből a Sipke-Rózsi gálomból felélesszék, de hát aztán az ismert törés az egyház életében, az egyházak életében az 56-os fellendülés után ezt is megakadályozta, és ismét nem kívánatossá vált mindaz, amit a fiatalok között missziói lelkülettel próbáltak végezni. Talán kiemelném a fóti kántorképzésnek a jelentőségét, amely egyfajta lehetőséget nyújtott évtizedeken keresztül, a legnehezebb évtizedekben is az ifjúsági munkára, mert korán sem csupán kántorképzés és zenei képzés folyt, hanem lelki gyakorlat, és szinte ez volt az egyetlen legális országos megmozdulási lehetőség, legalábbis az evangélikus egyházban, ahol a fiatalok az ország minden részéből szervezetten, csoportosan összejöhettek. Mindenféle helyi találkozó, ami egy gyülekezeti szint fölött volt, legalább akár egyházmegyei vagy nagyobb keretekben, az nem kívánatos volt. Helyi kísérletekre saját gyerekkoromból is emlékszem, voltak lelkészek, akik papgyerek találkozót szerveztek, én magam nem nagyon szívesen jártam kezdetben arra, mert úgy éreztem, ez egy eléggé mesterkél dolog, hogy most a papgyerekeket összegyűjtik és próbálják a közöset meghatározni bennünk. Utólag tettem meg, hogy ez egyfajta kísérlet volt arra, hogy amit nem szervezhettek hivatalosan, egy konferencia, vagy táborozás, vagy csendes nap, azt ilyen címer, hogy a papgyerekeket összehozzák, és korán sem csupán papgyerekek, hanem sokan mások is voltak ott, tehát ez egyfajta ilyen kísérlet volt, hogy a kereteket bővítsük. És konferenciák, táborozások adottak voltak abban az esetben is. Egy jelentős mérföldkő, és ez már a bizonyos fellazulást jelzi, 1980, amikor az evangélikus egyházban elindultak ismét több évtizedes kényszerszünet után az ifjúsági konferenciák. Gyenes Diás színhellyel, és Gyenes Diásnak nagyon jelentős hagyománya van korábban is, hiszen a két háború között is jelentős ifjúsági és egyéb konferenciákat tartottak, és sok egyéb helyszínen is, de ezek közül Gyenes Diáson lehetett ezt felújítani. Egészen zöldfülű teológusként ott lehettem annak a felújításán, és valóban Hályó Kovácsként láttunk hozzá a munkához mindenféle előképzés, tapasztalat nélkül, nagyon nagy izgalommal. Talán mi, akik fiatalok, a legfiatalabbak voltunk a szervező stábban, nem is igazán láttuk át, hogy ez milyen egyházi diplomáciai tárgyalásokat igényel, sokszor milyen engedélyeket kell kérni. Csak éreztük, hogy valahol nagyszerű, hogy ez beindult, és a lelkészek boldogan küldték, sokkal nagyobb számban a résztvevőket, mint ahány hely volt. De éreztük azt is, hogy azért nem teljes a szabadságunk, és tudtuk ezt is. Az egyházügyi hivatal elég élesen meghúzta a határvonalat, például abban, hogy 18 év fölötti fiatalokkal nem lehetett foglalkozni.
Ezt is aztán hát kis trükkökkel próbálta az ember kiküszöbölni, hogy a 25 éves szakállasokat 18 évesnek írták, vagy írtuk be, és ilyen hasonló cselek voltak szükségesek, ami nyilván nem oldotta meg a problémát, de legalábbis hát megint csak a keretek tágítását segítette. Tehát nagyon nagy felelősség volt, és nem tudtuk, hogy hogyan kell ezt a munkát újrakezdeni. Valóban nem támaszkodhat már azokra a hagyományokra, amelyeket a korábbi ifjúsági konferenciák jelentettek, és kevés külföldi kapcsolatunk is lehetett, tehát valószínűleg sok hibával, sok kezdeti zökkenővel, de mégis úgy éreztük, hogy ezek a konferenciák nagyon-nagyon áldottan zajlanak, és már akkor tudatosan az evangelizációt próbáltuk, bár ez a szó sem volt akkor még mindig igazán kívánatos. Ez mi is csak utólag jöttünk rá, hogy mi azt mondtuk, hogy evangelizációs igehirdetés legyen az elején, reggelente vagy esténként, és akkor az idősebb kollégák kicsit húzták a nyakukat, hogy ne nagyon használjuk ezt a szót. A mi számunkra ez természetes volt, mert esetleg apáinktól hallottuk, de aki benne élt az egyházi közéletben, az nem igazán tartotta ezt kívánatosnak. De azt hiszem, hogy éppen ezek az ifjúsági konferenciák segítettek az evangelizáció terjedésében, legalábbis egyik ág, és nyilván sokkal fontosabb ágak is voltak. És említettem, hogy a 18 éves korhatár sokáig érvényben volt, valamint a konferenciák száma is korlátozott volt. Ez azzal a nagyon szomorú eredménye járt, hogy sok résztvevőt vissza kellett lassítani. És ez egy nagyon-nagyon szerencsétlen dolog, ha valaki fiatalként részt akar venni egy konferencián, és egy levelet kap, hogy nem vehetsz rajta részt, mert nincsen hely. És ez viszont éveken keresztül sajnos ez volt a tény. Helyi szinten megint csak félig legálisan próbáltak megyei konferenciákat szervezni, éppen itt Ősagárdon is például, vagy más helyeken, amelyek nem voltak igazán megtűrtek, még mi is hallottuk sokszor azt a kifejezést, hogy ezzel Jenesdiást veszélyeztetik, mert esetleg az AIH, az Egyházügyi Hivatal majd bekeményít, és mivel ilyen úgynevezett ZUG konferenciák vannak, ezért majd tiltani fogja az ilyen legális konferenciákat is. Hát ez valószínűleg csak fenyegetés volt, bár a veszély reális is lehetett, de tény az, hogy megint csak voltak olyan bátor és a hitet nyíltan vállaló fiatal és kevésbé fiatal kollégák, akik a ifjúsággal így próbáltak foglalkozni. De mindmáig ezután is feszültséget vagy gondot jelentett számunkra, hogy lezajlik egy hét Jenesdiáson, záró istentiszteleten, úrvacsoraosztás során nagy egymás nyakába borulás, sok-sok könyvhullás, sok megtérési szándék, vagy annak a jele, és aztán utána hazamennek a fiatalok, és hogyan tovább. Főleg kisgyülekezetből, szorványból, hiszen az evangélikus egyház nagy része szorványban él. Szinte sokkoló élmény volt az, hogy egy táborból, ahol vannak 60-an, 80-an, 100-an, visszamennek a gyülekezetükbe, ahol csupa öreg nénike ül a templomban, és nincsen más fiatal. És ezért kezdtünk el gondolkozni a 80-as évek második felében, hogy szükség volna valami szervezeti keretre, ifjúsági egyesületre, ifjúsági szövetségre, hogy a későbbiekben is egyben tudjuk tartani a fiatalokat. Ez legmarkásabban aztán 1988 nyarán fogalmazódott meg, amikor Balatonszárszón egy újabb konferencia helyszínen tarthattunk konferenciát, immár a 18 év fölöttieknek is, ez is egyfajta küzdelmet jelentett, hogy ezt kiharcolhassuk, fiatalok, egyetemisták és fiatal dolgozók számára a Balatonszárszó konferenciát, és ott elemi erővel vetődött fel ez az igény, hogy egy ifjúsági szervezet, egy ifjúsági szövetség legyen az evangélikus egyházban, illetve az evangélikus fiataloknak. Abban az időben ez még korán sem volt természetes. Sokan jó szándékú kollégák is értetlenül néztek ránk, hogy miért van erre szükség, ne menjünk fejjel a falnak. Akkor még igazán masszívnak tűnt az egypártrendszer, igazán merevek voltak az egyházon belüli állapotok is, és nem nagyon engedték, és hivatalosan nagyon nehezen kapott ez az egész szerveződés zöld utat. Nem akarom ezt most részletezni, hogy milyen megaláztatások és tortúrák értek bennünket, mi mindenek voltunk kitéve, mert ezt magunkra vállaltuk, fiatal lelkészek és nem lelkészek, az ország különböző részéből,
de tény az, hogy végül tulajdonképpen az egyházvezetés akarata ellenére alakultunk meg, vállalva akkor a konfrontációt, bizonyos kompromisszumot is kellett kötnünk, de alapjában véve akkor azt hiszem, hogy a többi felekezetet megelőzően, és nem minthogy ez dicsőséget jelentene, hogy előbb alakult meg az evangélikusok szervezete, mint a reformátusoké, vagy a szabadegyháziaké, vagy a katolikusoké akár, de mégis a többit megelőzően ez nehezebb volt, és talán egy kicsit ezzel könnyíthettük a későbbi szerveződéseknek a munkáját. Létrejött a MEVISZ, és fölvetődött a nagy kérdés, hogy mivel tölthetjük ki azokat a kereteket, amelyeket saját magunknak hoztunk létre, hiszen első alkalommal működött egy olyan törvényesen bejegyzett, a cégbíróságnál bejegyzett szervezet, amelyikhez egyháztagok tartoznak, viszont mégsem vállalta ez a szervezet, hogy az egyház struktúrájába, az egyház hierarchiába igazodik, és mint egy nem tartozik, azt vallottuk, hogy nem tartozunk az egyház irányítása alá, hanem egyfajta koordinálással, vagy egyfajta mondjuk kapcsolattartással szeretnénk dolgozni, de nem ő általuk irányítva. Tehát az első ilyen kísérlet volt, és a kereteket ki kellett tölteni. A szerveződésünkre az jellemző, hogy egyrészt nagyon szeretnénk a regionális szinten megerősíteni a munkát, tehát a helyi gyülekezet és az országos szint közötti sokszor vákuumot kitölteni. Mert a gyülekezetekben most már azért többé-kevésbé van ifjúsági munka, főleg a hitoktatás beindulásával ez az utóbbi egy-két évben különösen is talán kézenfekvőnek tűnik. Az országos nagy táborozások, konferenciák is zajlanak, de a kettő között megyei szinten vagy kisebb régiókban sokszor nagyon keveset tudnak egymásról a fiatalok, és nagyon kicsin lehetőség van arra, hogy egymást segítsék. Tehát ezt próbáltuk megszervezni a megyei csoportok szervezésével. Ugyanakkor a másik területe a munkánknak pedig a szakcsoportok. Különböző érdeklődési körű emberek számára csoportmunkát indítottunk be, néhány csoportot, szakcsoportot hadd soroljak fel. Zenei szakcsoport, ez egyrészt komoly zenei, másrészt könnyű zenei. A komoly zenei az részben egy énekkar szervezésével, részben zenehallgatással és egyéb komoly zenei profillal működik. A könnyű zenei az elsősorban az egyházi énekeket, a fiatalok között ismert énekeket, gitáros énekeket próbálja mondjuk ismertté tenni, kiszűrni a nagyon selejteset, külföldi példákból áthozni a jókat. Ebből egy kis füzetet jelentettünk meg egy évvel ezelőtt, vagy fél évvel ezelőtt körülbelül, amit szeretnénk folytatni, már éppen elkészülőben van a második rész, amit most már több ezer példányban tudtunk teríteni az országban. Új ének ez a címe, és ebből énekelnek többé-kevésbé egységesen a fiatalok. Egy másik csoport a külföldi kapcsolattartás. Egyre több külföldi szervezet, ökumenikus és evangélikus ifjúsági szervezet keresi a kapcsolatot a magyar evangélikus fiatalokkal, és ezt próbáljuk mederben tartani. Több konferenciára hívtak résztvevőket tőlünk, vagy levelezés, vagy anyagoknak a csereberéje, küldözgetése egymásnak, ami szükséges és gyümölcsöző. További szakcsoport a teológiai, amely sajnos gyengéje, amely visznek be kell vallanom önkritikusan. Azt szerettük volna, hogy egyfajta szabad és mindenféle korábbi korlátozást és irányítást és kötelező, vagy éppen tiltó jelleget elutasító szabad teológiai gondolkodást valósítunk meg, és talán személy oka is volt ez ennek, vagy szervezési hibái, de ez a csoport működött talán a legkevésbé, pedig azt hiszem, hogy egyházunknak és minden egyháznak erre lenne nagyon szüksége, egyfajta teológiai tisztázódásra és teológiai megerősödésre már a fiatalok körében is. Annál erősebben működik az úgynevezett bárka csoportja a MEVISZ-nek, amelyik szociális gondozással foglalkozik, és nagyon sok fiatal jelentkezett ebbe a csoportba. Talán mutatja azt, hogy a konkrét tenni vágyás, a konkrét munkaterületnek a keresése jellemzi a fiatalokat, nem általában elvontan akarnak együtt lenni, hanem keresik azokat a feladatokat, ahol tényleg segíthetnek. Ennek a legszélesebb munkamezeje adatot, akár ahol kezdhetem, például a
déli pályaudvar környékén a csöveseknek a gondozása, egy nagyon-nagyon felelősségteljes munka azoknak a fiataloknak és idősebbeknek is, akik hajléktalanok és iszákosak és sokszor kábítószer veszélynek vannak kitéve, a meglátogatása, felkeresése, kenyeret, tejet, párizsit visznek nekik, adott esetben szállást próbálnak segíteni, szerezni nekik, aztán ez később a gyámügyjel karöltve bizonyos eredményt is mutatott, de sok-sok kudarcot is. Azután egy másik területe ennek a nevelő otthonok elérése.